Biztos észrevettétek egy páran, hogy mostanában elmaradoztak a DM haul videók. Ennek nagyon egyszerű oka van, hamarosan a barátnőimmel nyaralni, kirándulni utazunk, és erre szerettem volna spórolni. És épp ezért egy kicsit meg kellett húznom a nadrágszíjat, ami az ilyen drogériás vásárlásokat illeti. Természetesen így is került egy pár dolog hozzám, illetve elég jól állok a spórolásra, úgymond, úgyhogy szerintem hamarosan mégis érkezik majd egy újabb DM haul videó. Viszont ahogy nézegettem így a régebbi videóimat, feltűnt, hogy az utolsó két DM és Rossmann hullós videóról nem érkezett ilyen update, úgyhogy összeszedtem azokat a termékeket, amikre ezek alatt a videók alatt kommentárokban is kíváncsiak voltatok, illetve amiről szerintem így érdemes egy kicsit valamit mesélni, úgyhogy most ezekről szeretném elmondani az eddig tapasztalatokat. Van olyan termék, amit már el is használtam, van olyan, ami a mindennapi rutinomat képezi azóta, úgyhogy most már tényleg egy átfogó véleményt tudok adni nektek róluk. Az első az legyen az egyetlen ilyen az egyetlen hajápolási termék, vagy hát hajformázási termék, méghozzá a Gattubi-tól. Ez egy olyan hajhab, ami kifejezetten hajhullámosításhoz lett elvileg kifejlesztve. Ezért is vásároltam meg, mert ahogy látjátok, remélem látjátok, néha szeretem hullámosan hordani a hajamat. Sőt, ez most nem ide tartozik, viszont hogyha már itt vagyunk, akkor szeretnélek titeket megkérdezni, hogy mit gondoltok így a dajarolásnak, hívják magyarul? Igen, szerintem dajarolásról. Hogy mit gondoltok a dajarolásról? Mert hogy ugye elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy ki szeretném próbálni, mert annyira tetszik mostanában göndören a hajam, viszont ezt az időt egy kicsit sajnálom rá, amiben mindez kerül meg. Na szóval, visszatérve a hajhabhoz. Hajhab nélkül nekem a hullámok kb. 2 óra alatt kiugranak a hajamból, viszont ezzel a hajhabbal tartósabbak lettek. Nem mondom, most is, amikor elkészítettem a loknikat, akkor sokkal több volumen volt a hajamban, a loknik is dúsabbak voltak, viszont így is egy elég jó hajhabnak tartom ezt a terméket. Amit pedig külön szeretek benne az, hogy szerintem kellemes illata van, kicsit ilyen gyümölcskéses, illetve az, hogy egyáltalán nem ragacsos. Én nagyon-nagyon utálom azokat a hajhabokat, amikor tudjátok, hogy bekeményedik a haj, utána amikor fésülöd, akkor az felél egy kínzással, egyszerűen olyan csúnyának is tűnik tőle a haj, és szerintem ez abszolút nem jellemző erre a termékre, úgyhogy tudom nektek ajánlani, viszont ezzel sem maradnak meg így, hát a második napon már szinte semmi nincs a hullámokból, úgyhogy ezért gondoltam ilyen tartós megoldásra, úgyhogy hogyha van tájrolással, olyan hülye szó az így kimondani, szóval, hogyha van tapasztalatotok vele, akkor nagyon örülnék, hogyha megírnátok, mert ahogy mondtam, gondolkozom rajta. Van itt még egy arcápolási termék, és a többi az mind sminktermék lesz. Az arcápolás kategórián belül a Veledának ezt a mandulás arckrémjét gondoltam úgy, hogy pár szóban elmondom a vele tapasztalatokat. Ez érzékeny szárazbőrre való termék, nincsen benne parfüm, elvileg megnyugtatja a bőrt, lehet éjszakai és nappali krémként is használni, nincsen benne fényvédő, de természetesen, hogyha emellé egy fényvédőt használtok, akkor nappalra is lehet használni. Én is így használom, fényvédő mellé nappalra, fényvédő nélkül éjszakára, és összességében szerintem ez egy elég jó arckrém. Én ugye a Paula's Choice után kerestem volna olyan alternatívát, ami nem kerül annyira sokba, és mégis elég jó az összetevő listája, illetve elég jól is teljesít. Szerintem ez egy elég jó arckrém, viszont nem fogom újra venni, mert meg is van, hogy mit néztem ki ezutánra. Jól hidratál, elég kevés mennyiség is elég belőle, elég gyorsan beszívódik, nem hagy maga után ilyen ragacsos, zsíros érzetet. Egy kicsit csillog az én bőrömön, de nekem ez abszolút tetszik, mert hogy én szeretem, hogyha a bőrnek egy természetes bőrfénye van. Igen, összességében egy elég jó arckrém, viszont most nem akarok hülyeséget mondani, de az illatán én mindig érzem, hogy egy kicsit érződik rajta valami alkohol, és nem mennék megesküdni, hogy nincsen benne.
Minden esetre, ha egy arckrémet kerestek, aminek nem olyan nagyon csúnyák az összetevői, aminek elfogadhatóak az összetevői, akkor szerintem esetleg ez egy jó választás lehet. Kifejezetten szárazbőrre tudom úgy ajánlani, mert igen, mert arra nagyon jól hidratál. És akkor nézzük a smink termékeket. Van itt kettő darab alapozóm. Mind a kettőről azt hittem, hogy majd különálló terméktesztes videót fogok készíteni, viszont csak az egyik fogja ezt megérdemelni, méghozzá a Rivada Look-nak ez a Natural Lift alapozója, úgyhogy erről most túl sokat nem mondok. Tudom, hogy nagyon el vagyok maradva az ilyen terméktesztes videókkal, de mindenféleképpen lesz róla szó hamarosan. Annyit előjáróban csak elárulok, hogy én szeretem ezt az alapozót, úgyhogy ezért is érdemli meg a külön videót. Viszont a Maybelline Dream Cushion alapozójáról nem fogok külön terméktesztet készíteni, mert ezt említette is akkor valaki a kommentárok között, hogy biztos, hogy annyira hasonlít a L'Oréalhoz, hogy nem éri meg külön tesztes videót készíteni róla. És az az igazság, hogy amikor elkezdtem használni, akkor annyira levett a lábamról ez az alapozó, mert mindazt tudta, amit a L'Oréal is, ezt a nagyon-nagyon szép, enyhe, természetes fedést, ezt a gyönyörű bőrfényt, amit maga után hagy finisként, viszont a Maybelline-nek szerintem jobb a fedése, úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem, amikor elkezdtem használni, viszont nekem még gyorsabban kifogyott, mint a L'Oréal, és ez is azt hiszem, hogy ilyen 12 euróba kerül, mondjuk megéri a Rossmannban megvenni, amikor kedvezmény van az alapozókra, úgy unblock, vagy esetleg a Maybelline smink termékekre van 20-25% kedvezmény, akkor szerintem megéri megvásárolni, mert még mindig olcsóbb, mint a L'Oréal, viszont nekem, ahogy mondtam, gyorsabban kifogyott, hiába egy ilyen, ó Istenem, de gyönyörű a bőröm tőle, meg mennyire egyszerű használni, meg és a többi, hogyha ennyire hihetetlenül gyorsan elfogy. A következő termék, közben időveszem mind a hármat, mert hogy három van még magamhoz, a következő legyen a P2-nak ez a szemöldök zseléje. Ahogy mondtam már, előző videókban van otthon olyan érdekes módon Rossmann, ahol lehet kapni P2 termékeket. És nagyon megszerettem ezt a kis szemöldök zselét, mégpedig azért, hát szerintem ezt most így abszolút nem fogjátok látni, de mindegy, mert egy nagyon-nagyon picike keféje van, amivel nagyon-nagyon szépen, precízen lehet dolgozni. Ez egy színezett szemöldök zselé, épp ezért színt is ad, ami nekem első egy kicsit fura volt, mert én mindig átlátszó szemöldök zselékkel dolgoztam eddig, viszont ezt abszolút megszerettem ezt a terméket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy újra is fogom menni. És nem tudom, hogy az előző februári kedvencek között benne volt, de hogyha nem, akkor csak kifelejtettem, mert biztos, hogy megérdemelném. A következő az az Essence The False Lashes Dramatic Volume szempilláspirálja, amit szintén nagyon szerettem. Szerintem nagyon-nagyon szép szempillákat lehet vele készíteni. Én a keféjével is abszolút elégedett vagyok, én sokkal inkább szeretem ezeket a hagyományos típusú szempilla spirál keféket, mint a szilikon sörtéseket, valahogy nekem ezek jobban be szoktak válni. Viszont hát már nem használom ezt a szempilla spirált, aminek az az oka, hogy még van benne festék, viszont elkezdett egy kicsit kiszáradni, és ennek köszönhetően így a nap folyamán potyog le a szempilla festék, amit én sajnos nem igazán tudok tolerálni, úgyhogy vettem egy másik szempillaspirált. Minden esetre szerintem nagyon jó szempillaspirál, és 3 euró alatt van az ára biztosan, úgyhogy szerintem árban is várhatatlan, még akkor is, hogyha esetleg 2 havonta kell az embernek újra vennie. És az utolsó termék az a Max Factor-tól egy szájfény, amin hát én már semmit nem találok, se egy ilyen szájfény típus nevet, termékcsalád nevet, se egy kódot. Minden esetre ez egy natur, szinte átlátszó szájfény. Az az igazság, hogy már a haul videóban is mondtam, hogy egy youtuber hatására vettem meg, és hát nem tudom, nekem annyira nem jön be. Benne van a kis neszeszeremben, amit munkában, hogyha van szünetem, akkor egy kicsit felfrissítem a sminkemet, és akkor néha fel szoktam kenni, mert hogy elég szépen mutat az ajkakon, szép ilyen vizes, csillogó hatása van, viszont egyáltalán nem tartós, nekem az ajkakról így egy fél óra után már szinte nem is látszik semmi, úgyhogy nem ettem, nem ittam,
úgyhogy vagy beszívja az ajkam, vagy elpároló, vagy fogalmam nincs oda, hogy hova lesz. És amit nem igazán szeretek benne, az egyrészt, hogyha vannak az ajkaimon ilyen kis szárazabb, hámlós részek, akkor azt nagyon kiemeli. Másrészt pedig az illata, nem tudom leírni, kicsit ilyen vaníliásnak érzem, én amúgy is nem szeretem az ilyen vanília meg kókusz illatú termékeket, amiért a többség oda van. Mindegy, nekem az illata nem tetszik. Ahogy mondtam, ilyen kis neszeszerben tartó szájfénynek szerintem elég jó, viszont a NYX Clip Butter Gloss, vagy nem tudom, hogy hívják őket, abból ugye van nekem több darab is, és azt egyszerűen jobban szeretem, mert ugyanezt a hatást érem el vele, ugyanígy szépen mutat az ajkakon, viszont tartósabb. Úgyhogy nem tudom. És amúgy azt mondtam a haul videóban, hogy még sosem használtam Max Factor szájfényt, hát ez nem volt igaz, mert hogy előtte is volt már Max Factor szájfényem, és emlékszem, hogy volt például egy piros is, amit nagyon-nagyon szerettem, mert hogy nagyon szép tartós volt. Erre sajnos nem jellemző, úgyhogy annyira ajánlani nem tudom nektek, de az biztos, hogy szépen mutat az ajkakon is, hogy nagyon szép, szolíd fényt ad. Igen, na szóval ezek voltak azok a termékek, amikről úgy gondoltam, hogy megérni egy ilyen átfoglalót, összefoglalót felvenni nektek. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és ahogy mondtam, szerintem hamarosan lesz mégis tokírjáshol, jobban, de szerzeményes videó. Igen, legyetek jó, figyeljetek magatokra, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!